Január 16-án tartotta éves rendes közgyűlését az Öbötavi Aranyhal Horgász Egyesület. A szervezet vezetősége ez alkalommal számolt be az előző évi gazdálkodásról, megvitatták az Egyesületet érintő legfontosabb kérdéseket, és előrevetítették a 2018-as esztendő terveit. Megtartotta éves rendes közgyűlését, évelei közgyűlését az Öbötavi Aranyhal Horgász Egyesület. Azt hiszem, hogy ilyenkor vannak bizonyos állandó napirendi pontok, amelyek megkerülhetetlenek. Itt a vezetőség elsősorban beszámol arról, hogy mi történt a tavaly évben, és mik a terveik a következő évre vonatkozóan, hogy zártátok a tavalyi évet, miről tudtatok beszámolni a tagságnak. Igen, ezért január 16-án tartottuk meg soros közgyűlésünket, melyhez a szokásokhoz híven és törvényi kötelezettségből adódóan is beszámolók hangzottak el. Beszámoltam én az Egyesület előző évi tevékenységéről, majd ezt követően tájékoztatás hangzott el az előző évi gazdálkodásról. Ezután a két bizottságunk, a felügyelő és a fegyelmi bizottság elnöke tartott beszámolót az előző évi munkájáról, majd ezzel le is zártuk az előző évet, és rátértünk a 2018 évi tervekre. Itt megvitatásra és elfogadásra került a 2018 évi gazdálkodása az Egyesületnek. Majd ezt követően megbeszéltük, megvitattuk az idei évi telepítési, haltelepítési tervet, valamint a versenynaptártervezetünket. Ezt követően szintén jogszabályi kötelezettségből adódóan kiegészítettük, illetve módosítottuk és elfogadtuk az új sporthorgász szabályzatunkat, valamint egy teljesen új fegyelmi szabályzat megalkotására került sor. Ezt követően még egyébként napirendben pont be egy-két tájékoztatás hangzott el, elsősorban a fogásnaplók leadási határidejéről, az 1% lehetőségéről. Nagyjából ennyi napirendi pontot tárgyaltunk a közgyűlésen. No, azt hiszem, hogy itt azért a pénzügyi helyzet az egyik legfontosabb része a történetnek. Mennyi pénzből gazdálkodtatok tavaly, és mire költöttetek, illetve miből tudtatok bevételeket szerezni? A tavalyi évben 10 millió 3000 forintos bevétellel zártuk az évet. Ennek nagyjából a megoszlása az a tagdíj bevételekből 6,6 millió volt, napi egyből 2,8 millió forint, majd támogatást kaptunk az önkormányzattól, illetve versenynevezési díjakból tevődött össze a bevételünk. A kiadási oldal, az mivel non-profit szervezetként működünk, annak meg kell egyezni a kiadási oldallal. Ott a jelentős kiadási tétel az a haltelepítés volt, itt közel 7 millió forintot, sőt 7 millió forintot meghaladóan telepítettünk halat, majd kiadásként jelentkeztek a tóbérleti díj, illetve az egyéb versenyekkel kapcsolatos díjak beszerzése. Tehát nagyjából így alakult a előző évi gazdálkodásunk. Mennyit költhettek a 2018-as évben, és milyen bevételekkel tudtok számolni? Hát most úgy terveztük a következő évet, hogy egy picit nagyobb bevétellel kalkuláltunk. Ez adódott abból, hogy a közgyűlésen tárgyaltuk még a 2018 évi díjakat, ahol egy minimális emelést elfogadott a közgyűlés, tehát ebből is várható plusz bevétel, illetve ettől az évtől kezdve a halálfájának kedvező csökkenéséből adódóan is olcsóbban tudjuk megvenni a halakat. Tehát ebből adódóan sokkal többet, tehát nem annyira nagyságrendekkel, de többet fogunk tudni telepíteni ugyanazért a pénzért. Mekkora a tagság, és a tagságon kívül még kik és hányan tudják igénybe venni, milyen módon a tó adta lehetőségeket? Hát 2017 évben 252 fő volt az egyesületi taglétszámunk, ebből 22 fő gyermek, 2 fő ifjúsági korú, a többi az felnőtt korú tagunk volt. Ők rajtuk kívül napi, illetve többnapos területi engedélyeket lehet megvásárolni olyan azon vendéghorgászainknak, akik természetesen a jogszabályba előírt állami jeggyel rendelkeznek, illetve jogosultak területi engedélyt váltani nálunk, elfogadják az itteni előírásokat. Ők körülbelül olyan 700-as nagyságrendbe érkeznek a tavunkhoz, akik napi egyes horgászként
vendégeskednek a tagunkon. A jelenlévő tagság mennyiben volt elégedett a vezetőség munkájával, illetve azzal a tevékenységgel, amelyet a gazdálkodással kapcsolatban hallott, tudhatott meg? Mennyiben alakulnak ki ilyenkor viták a tagság körében? Hát én bízom benne, hogy megelégedésre gazdálkodunk, illetve dolgozunk egész évben az egyesület vezetőségeként. Itt a közgyűlésen, mint a korábbi évek közgyűlésén is, magával a gazdálkodással kapcsolatosan és a tevékenységünkkel kapcsolatosan, hál' Istennek kritikai megnyilvánulás nem hangzott el, de amennyiben bárkinek bármiféle problémája, lehetőséget kapnak, akár közgyűlésen, de természetesen az év során is, hogyha bárkinek valami kérdése van, nyilvánosak az elérhetőségeink, úgy telefonon, mint e-mailen utol tudnak érni minket a tagok, tehát bármiféle kérdés problémára nyitottak vagyunk az év során is. A tóból horgászható halak típusát, fajtájára vonatkozóan kialakult-e most már egyfajta egyetértés, hiszen azért ahány horgász, annyiféle igény merülhet fel. Van, aki a ragadozó halakat szereti jobban, van, aki a pontyféléket. No, ebben mi a helyzet? Hát igen, egyesületünknél most már nagyon-nagyon régóta klasszikusan a ponty az a slágerhal. Most ez elsősorban étkezési célra történik ennek a kifogása, de nagy örömünkre szolgál, hogy az elmúlt években megerősödött az úgynevezett sporthorgász szellemiségű horgásztársaknak a megjelenése a tóparton, akik gyakorlatilag a céluk, hogy minél nagyobb kapitális méretű halakat fogjanak, melyeket fényképezés, lefotózás után kíméletesen a tóba visszaengednek. Tehát így akkor már a tagság jelentős igényét ki tudjuk elégíteni a ponty, és szép pontyokat telepítünk minden évben, tehát méretben és súlyban is az átlagot meghaladó méretűeket szoktunk telepíteni. Minden évben kapitális pontyokat is helyezünk, mert most már jó éven, több éven keresztül, tehát már ebből is egy szép állomány van azon elsősorban bojlis horgászok számára, akik ezt a fajta sportot űzik. Folyamatos a ragadozóhal utánpótlásunk is. Süllőt is telepítettünk, csukát is telepítettünk, tehát gyakorlatilag most már egy olyan ragadozó állomány van a tóban, nem beszélve a harcsa állományról, azon sportársak, akik rengeteg éjszakát töltenek kint a tóparton harcsázás reményében, hogy harcsát fognak, igen szép darabszámot sikerül azért a tóból minden évben kifogniuk. A sporthorgászat mellett azért bizonyára van lehetőség arra, hogy a horgászok hazavigyenek halakat. Milyen mennyiség ez, amit el lehet vinni nyilván leadminisztrálva? Igen, tehát ez lényeges, hogy a jogszabályokat mindenkinek kötelező érvényű betartani, már csak azért is, mert igen szigorú ellenőrzési tevékenység zajlik már nem csak a tavunkon, hanem úgy országos szinten is, de erről gondolom minden érintett hal, és igen kemény bírságok kerülnek kiszabásra. Tehát nagyon fontos, hogy azokat a limiteket mindenki betartsa. A mi tavunknál a 25 darab nemes hal megtartása éves szinten, olyan megosztásban, hogy heti 3, illetve napi 3 nemes halat lehet megtartani. Nyilván idén is lesznek horgászversenyek, amint említetted, a közgyűlésen is elhangozottak ezek a tervek. Milyen versenyeket terveztek az ölbői tavon? Hát ebbe az évbe is 4 horgászversenyt tervezünk. Április elején kezdjük a hagyományos egyéni nyílt versenyünkkel, majd ezt követően május 1-én, ez meg még inkább tradicionális az egyesületnél, akkor pedig Bábolnaváros kupájáé rendezzük meg az egyesületi zárt horgászversenyt. Gyermeknapon a gyermekeknek tartunk szintén hagyományosnak tekinthető versenyt, illetve a 24 órás páros versenyünket pedig július utolsó péntek szombatján fogjuk megrendezni.